Mintegy másfél évtizede készült Szombathelyen a legutolsó, a fiatalok helyzetével foglalkozó koncepció, ezért a közgyűlés időszerűnek tartotta a helyi ifjúságügy újragondolását, egy komplex ifjúsági stratégia elkészítését, amelynek kidolgozása a végéhez közeledik. Egy közösség számára az ifjúság mindig nagyon fontos, meghatározza a jövőt, és eldönti, hogy a jövőben kik lesznek azok, akikkel együtt dolgozhatunk, akik aztán dolgozhatnak a városért, dolgozhatnak a megyéért, dolgozhatnak az országért. Tehát ezért fontos az ifjúság kérdése az, hogy egy közösség, egy város ifjúsági koncepciót készít. Első lépésként a fiatalok körében egy online kérdőíves felmérés készült. Sokszor halljuk a fiataloktól, hogy őket nem kérdezi meg senki, hogy az ő véleményükre senki nem kíváncsi. Nos, ezúttal kíváncsiak voltunk a véleményükre, hiszen a Szombathelyen élő 13-30 év közötti fiatalokat, akiknek a száma mintegy 14 ezerre tehető, közülük csak nem 4 ezer fiatalt elértünk a kérdőívünkkel, ami azt jelenti, hogy mintegy 30%-ukat meg tudtuk szólítani. A fiatalok válaszaiból kiderült, hogy szeretnek Szombathelyen élni, elégedettek a kulturális intézményekkel, az iskolákkal. A városban jelentős közösségformáló erő a sport. A felmérés egyik nagy meglepetése, a szombathelyi fiatalok több időt töltenek sportolással, mint tévénézéssel. A kutatás tapasztalatait kiértékelték és egy tanulmányban összegezték. A továbbiakban a következő bizottság ülésen első olvasatban tárgyalnánk meg az anyagot, mert azt szeretnénk, hogy minél több vélemény épülhessen be, és miután a bizottsági vita megtörtént, még ott az egész nyár, amikor a fiatalokkal foglalkozó szervezeteknek, mint bárkinek a véleményét szívesen vesszük. A tervek szerint a városi közgyűlés szeptemberi ülésén fogadja majd el a város új, hosszabb időszakra szóló ifjúsági koncepcióját.